Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Sportlét című műsorunkat látják. Napokban ért véget a 2012-es paralimpiai játékok, melyről a magyar csapat összesen 14 érmet szállított haza, közülük a pécsi Sors Tamás mindegyik színű medálból egyet-egyet szállított. 2008 után tehát a pécsi paraúszó ismét felért a csúcsra. Mai vendégem egy úszóedző lesz, aki a 2008-as sikereknek, 2008-as paralimpiai sikereknek is részese volt. Petró Ivánt köszöntöm a stúdióban. Szervusz, Iván! Szervusz! Akinek nézzék el a kedves nézők, hogy egy picit fáradt, hiszen, ha jól tudom, akkor te szállítottad haza a paralimpiai bajnokunkat ide Pécsre. Hát ez nem teljesen így van, igazából a nagymamája szállította haza tegnap este, de én is felmentem, hogy édesapámat hazahozzam. És hát ugye a gép az késett másfél órát, nagyon sok ideig tartott, amíg a riporterek karmából kiszabadultak, úgyhogy tulajdonképpen addigra értem haza, amire a reggeli edzést már kellett volna kezdeni, és ez nagyon kellemetlen volt. Na és miről beszélgettetek Tomival? Hát a Tamás, nem sokat igazából. Ilyenkor, amikor felmegy az ember, ugye nagyon sokan hívtak engem is, telefonáltak, hogy mi legyen, hogy legyen, menjünk fel, köszöntsük. Én tisztán emlékszem Pekingre, amikor terveztek egy nagy fogadást, szintén feljött 1000 ember, és én kislisszoltam egy oldalajtón, persze nem engem vártak, hanem a Tamást elsősorban, de én inkább kimentem az oldalajtón, és vonattal hazamentem. Ez nagyon kellemetlen ilyenkor, amikor hazajössz, fáradt vagy, hosszú út után, mosatlan is vagy valószínűleg, egész nap a reptéren voltál, ők ráadásul még késtek is, ugye, éjfél van, egy óra van, hajnali egy óra, nagyon kellemetlen ilyenkor ez a dolog, akárki van ott, még akkor is, hogy a saját édesanyád, akkor is zavar, bármi történik. Hát a Tamással nem beszélünk semmit, gratuláltam neki, ő is örült, hogy látott, szervusz, szervusz, és ennyi, hagytuk egymás békén. Tehát ilyenkor az ember nem arra vár, hogy na de jó lenne valakivel egyet beszélgetni, hanem arra vár, hogy végre egy zuhanyzó találjon és ágyba kerüljön. A saját ágyában lehetőleg. Lehetőleg a saját ágyában. Milyen érzés volt így drukkolni neki így távolról ezen a paralimpián? Milyen érzés volt, hogy nem voltál ott mondjuk a medence szélén? Hát borzasztó volt. Nem is néztem minden versenyszámot. Igazából a versenyszámok idején én elmentem, vagy van egy CrossFit nevű edzés, amit csinálok, vagy pedig kempózni, ami szintén egy küzdelmes dolog, hogy kiverjem a fejemből ezt a dolgot, mert nem tud, nagyon nehéz ott tétlenül figyelni tévén. Eleve élőben sem tudtam nézni, amikor kint voltam Pekingben, ott is a televízión néztem, hiszen az ember nagyon nehezen jut fel a melegítő medencéből a lelátóra. De az, hogy tévén keresztül nézem, nem is vagyok ott, nem is voltam részese a felkészülésnek az elmúlt két évben, hát ez egy borzasztó érzés. Ugyanakkor persze szurkolok nagyon a Tamásnak, az egy nagyon rossz érzés, és nem lehet kibírni, nem tudtam megnézni. Túlságosan izgultam volna. Utólag mindent megnéztem, meghallgattam az eredményt, de élőben semmit nem néztem. És a sikereket hogyan élted meg itthonról? Hát nagyon örültem neki. Szerintem jól úszott a Tamás, főleg a 400 gyorsom. Az egy nagy egyéni csúcs is volt, 4.17, profi módon is úszta, a végén hozta be a finishben, ahogy kell, ahogy azt tanítják. És hát ez egy nagyon komoly versenyszám is a 400 gyors, hiszen ez egy állóképességi szám. Megmutatta, hogy van benne edzés, hogy szorgalmasan felkészült. A 100 pillangó időeredménye egy picit gyengébb volt, ugye ott született az aranyérem. Egy picit gyengébb volt a vártnál, de hát nagyon izgult, ezt utólag is elmondta, hogy nagyon izgult, nagyon félt tőle. Más, amikor az ember címvédőként áll oda, ő ugye az elmúlt 4-5 évben megnyerte az EB-t, VB-t, olimpiát, minden versenyt, amin indult, nyert 100 pillangón. És így odaállni, ez egy nehéz dolog, csak veszíthetsz tulajdonképpen, hiszen még ha meg is nyered az aranyérmet, akkor is csak hoztad az elvárhatót, hoztad a kötelezőt, úgymond. Hát nehéz volt neki, ezért is volt egy picit gyengébb ott az időeredmény, de hát behúzta, úgyhogy nincs ezzel semmi probléma. Amikor azt mondjuk, hogy edző, mester, akkor mindenki általában egy középkorú, tapasztalt, meglett férfi embert képzel ugye el, ellenben meg itt vagy ugye te, aki 4 évvel ezelőtt tulajdonképpen csúcsra jutott el ugye Sors Tomival. Milyen érzés ilyen fiatalon ezt elérni? Milyen érzés volt 2008-ban tulajdonképpen felkerülni a csúcsra? Hát szerintem, amikor az ember ilyen fiatalon bekerül egy ilyen közegbe, ami erősen teljesítményorientált, akkor egyfelől mindent meg kell tennie, és meg is teszek a mai napig, hogy fejlődjek szakmailag, szakirodalmat olvasok, videókat elemzek, érdekel az úszás, szeretem, amit csinálok. Nekem ez nem is annyira munka, inkább egy nagyon-nagyon komoly hobbi, úgymond. Tehát szinte még ingyen is csinálnám, ha nem kopna fel az állam. De,
de nagyon szeretem. Bármilyen úszóval szeretek foglalkozni, szeretek fordulót javítani, technikát javítani, állóképességet edzeni, éves tervet készíteni. Ezeket mind nagyon szeretem. Szeretek ezzel foglalkozni. Tehát a legfontosabb szerintem egy szakma kiválasztásánál, hogy az ne is szakma legyen, hanem hivatás, egy életstílus. Tehát mindenki azt csinálja, amit szeret. Én azért lehetek jó úszóedző, azért tartom magam jó úszóedzőnek, mert szeretem, amit csinálok. Ezen kívül még van kettő dolog, ami nagyon fontos szerintem. Az egyik az, hogy úszó hátterem van. Tehát én 4 éves korom óta ott voltam az ANK úszóklubban, és ott nőttem fel tulajdonképpen. Tehát amikor 20 éves koromban elkezdtem ezt a munkát, az edzősködést, akkor már 16 éves úszómút volt a hátam mögött. Én igazából aki sokat úszik, aki sok szezont végig él, mint versenyző, hát annak már van a fejében egy elképzelés, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni. Tud is tanulni a volt edzői hibáiból, és tud is belőle meríteni mindenféle jó dolgot. Ezen kívül pedig, ami szerintem nagyon fontos, és amit sokan nem szeretnek, hogy igazából amikor odaálltam a medence partjára, elmentem az első 2-3 versenyre, megnéztem az összes többi edzőt, és próbáltam tőlük mindenfélét ellesni. Ami jó, azt próbáltam átvenni, ami nem jó, azt pedig kiszűrni. Hát már amennyire én ezt meg tudtam akkor állapítani, és ma is. Mindenkitől lehet valamit tanulni. A kezdő oktató, aki az egyetemről kijön, tőle is tudsz tanulni bármit. Egyrészt, másrészt pedig az összes gyerektől tudsz valamit tanulni. Tehát hihetetlen, hogy most ugye az elmúlt másfél évben én voltam itt-ott Thaiföldön, Szingapurban, és ott a kis magánóráimból, amikor óvodásokkal foglalkoztam, akkor tőlük is mennyit tanulok, mennyi technikai hibát ismerek fel, technikai hibának a javítását, és ezt mind-mind tudod élversenyzőnél is alkalmazni. Hát ez egy érdekes dolog. Mindemellett pedig az utolsó legfontosabb talán, hogy hidd el magadról, mint edző, hogy a verseny az képes a nagy sikerre, és próbáld meg vele is elhitetni. De az edzőben rendíthetetlen hit kell, hogy legyen, mert hogyha az edző nem hisz valamiben, akkor abból nem lesz semmi. Azt a versenyző megérzi, és az a projekt, az bukásra van ítélve onnantól kezdve. Most nagyon sok mindenről beszéltünk, menjünk időrendi sorrendben. Ahogy te is elmondtad a felvezetőbe, igazából beleszülettél ebbe az úszás történetbe. Ismerjük ugye a családodtól, nem ördögtől való ez a téma. De azért mégis versenyeztél is, versenyekbe esetleg nem voltál annyira nagyon sikeres, azért orientálódtál inkább az edzősködés felé, vagy hogy sikerült a sportolói pályafutás? Hát a sportolói pályafutás nekem egy országos bajnoki ezüstérem volt a legnagyobb dolog, amit elértem. Ez ugye lehet jó is, van akinek jó, van akinek rossz. Én szerintem ennél tehetségesebb voltam, de nagyon lusta versenyző igazából, tehát nem igazán dolgoztam meg ezért, ez csak úgy kijött, ez váltóban született egyébként, tehát mások is kellettek hozzá. És hogy lettem edző? Én soha nem akartam edző lenni, az igazság, soha nem szerettem korán kelni. 8 éves korom óta minden reggel 4:40-kor kelek, most már 4:15-re átálltam, mert úgy még kényelmesebb. És nem is szerettem az úszást egyébként versenyzőként. Sokféle más sportágat is kipróbáltam, és amikor 20 éves voltam, akkor édesapám szólt, hogy nincs semmilyen asszisztense, és ennyi pénzért, amit ők tudnak fizetni, nem vállalja el senki, és hogy tudok-e segíteni egy pár hétre, hónapra. Hát mondta, persze, nem mondhatnám azt, hogy nem, de hát eleinte nagyon nem volt kedvem se felkelni, se csinálni semmi, és utána az első hét után, amit ledolgoztam a kis csoportommal, beleszerettem ebbe az egészbe, és nagyon-nagyon-nagyon megtetszett ez a dolog, és egyébként akkor is persze már ott volt a Tamás a tanítványok között, és ő benne is úgymond felismertem a lehetőséget, megláttam, elkezdtem hinni benne, hogy ő mennyire jó lehet. Hát ő egy nagyon tehetséges versenyző egyébként a Tamás. Mikor volt ez körülbelül időben? Ez 2002-2003-ban. Ez eléggé korán felismerted akkor a tehetséget. Igen. Miben volt ő más? Vagy miben láttad, hogy ő nagyon-nagyon jó lehet? Hát mert akkor nagyon jó időket úszott? Vagy... Nem, akkor még nem úszott nagyon jó időket, és a technikája sem volt annyira jó. Igazából, hogyha megnézi most egy úszóedző a Tamás úszását, akkor is azt fogja mondani, hogy ez nagyon furcsa, ez nem az a klasszikus szép pillangó úszás, de végül is a Tamás, amikor lassan úszik, akkor tud gyönyörű szépen úszni. Egy nagyon jó mozgáskoordinációval megáldott ember. Akármit megmutatsz neki, azt meg tudja csinálni. 1-2-3 próbálkozás után. És ami nagyon jó, hogy érdeklődő is. Tehát, hogyha egy új feladatot bevetünk szárazföldi edzésen, vagy a vizes edzésen, akkor ezt nagyon jó kedvel tudja csinálni. Hát a monotóniát annyira jó nem tűri, de szerintem ez 20-21 éves korban már teljesen normális, ott már mindenki hány ingert kap a víztől és a medencétől, és mindig valami újat kell találni.
A legjobb tulajdonsága talán az, hogy nagyon jó versenyző. Odáll egy verseny, kicsikora óta visszük versenyekre, és mindig meg akarja mutatni, hogy ő benne nagyon sok van, és ő nagyon jól tud úszni, és nagyon jól szeretne úszni. Nem ijed meg senkitől. Ő is ugye épp versenyen, épek között, serdülőbajnokságon szerzett bronzérmet váltóban. Amit nem tudom, hogy hány paraúszó mondhat el magáról, főleg egy ilyen erős úszómezőnyben, mint Magyarország, hogy hát a világ egyik legjobb úszósportja van itt. Hát erre ő is nagyon büszke, meg én is nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt sikerült neki elérni. Ezek mellett pedig, ugye, hogy jó versenyző, jól tud edzeni, nagyon fontos, hogy egy robbanékony, egy jó genetikával megáldott fiú. A lába nagyon erős, a keze nagyon erős, robbanékony. Tehát 25-öket olyan gyorsan tud úszni, meg 50-eket, rövidebb távokat, mint az épp versenyzők majdnem. Nagyon erős fiú, nagyon erős, robbanékony. Igen, emlékszem, hogy 2007 magasságában beszéltünk egyszer, és már akkor mondtad, hogy majd a paralimpián figyeljünk oda erre a srácra, mert ő robbantani fog. És akkor igazából nem is nagyon ismerte még senki nevét. Voltak ugyan már sikerek, de igazából így az ország nem nagyon ismerhette meg a nevét, és hát így is lett, ahogy mondtad. 2008-ban. Tehát persze, akkor tudtad, tehát biztos voltál abban, vagy egyszerűen csak bizonyítani szerettél volna az edzőtársaknak, vagy a környezetednek? Hát én a 2008-asban teljesen biztos voltam, ami egy utólag talán bolond dolog volt, hiszen csak egy tizeddel nyert, ami kb. 15-20 cm különbség a két versenyző között, szemben nem is látod nagyon. És most, hogyha ma visszanézem azt a döntőt, akkor azt mondom, hogy úristen, hát ez isteni szerencse, hogy ezt megnyerte, de hát nincs olyan, hogy szerencse a sportban, az egy nagyon jó célba érkezés volt. És igen, hát Tamás 2007-ben, amikor beszéltünk, akkor úszta az első világcsúcsát szerintem Sheffieldben. Előtte való évben pedig bronzérmes volt a világbajnokságon, és ugye 16 évesen ment az olimpiára, és 16 évesen jellemzően még nagyon sokat fejlődnek az úszók. Az egy olyan kor, amikor még előre mennek, amikor még javulnak. Tehát világcsúcstartóként én azt gondoltam akkor joggal, hogy ő bizony be fogja húzni az olimpiát is, mert nagyon jó versenyző, sokat edz, és tehetséges, nagyon tehetséges. Hát nincs még egy ilyen tehetség az úszósportban most. Az is lehet a sikertitka, hogy a ti viszonyotok nem csak egy ilyen edzősportoló, hanem tényleg jó barátok voltatok, vagytok is a mai napig. Hát igen, sokat hülyéskedtünk a Tamással, az biztos, de... A humor azt tudom, hogy egy közös kapos volt, tehát sok edzésen ott voltam. Igen, sokszor viccelődtünk, de azért, hát amikor azt mondod valakinek, hogy figyelj, itt egy kalapács, és üss rá háromszor, és utána mosolyogunk egymásra, de ezt kell csinálnod ahhoz, hogy hatalmas kezed legyen, mondtam valamit, azt utána nem lehet már annyira mosolyogva csinálni. Tehát persze van egy jó viszony köztünk, de igazából van egy távolság is. Ez egy nagyon-nagyon szörnyű tortúra az edzés. Minden reggel felkelni 4.30-kor, 4.15-kor, minden délután utána újra lemenni, teljesíteni versenyről versenyre, évről évre. Ez egy malom, amiben őrlünk, és mindig kell húzni a malmot, és az ember egy idő után persze már nem tud úgy nézni a másikra, mint akit nagyon szeret. Én nagyon kedvelem a Tamást, ez a legjobb ember, akit ismerek egyébként. Egy nagyon jó lelkű, nagyon rendes gyerek, nagyon jó akaratú. Néha persze trehány, de hát melyik 20 éves fiú nem trehány. Azt akartam kérdezni, ütni-verni kellett azért a sikerért, tehát, hogy azért jó néhányszor elő kellett venni a mortosabbik arcodat, hogy így rajta maradjon az elképzett úton, és hogy... Hát igen, ugye azt mondják, hogy az edzőnek a kezében van egy ostor is, meg van cukorka is, és van, amikor adsz, és van, amikor elveszel. Ezzel kellett játszani, de persze, hát a testi fenyítés az benne volt ebben abszolút, amit most lehet, hogy néhány szülő sikít, de szerintem például a lelki terror az sokkal rosszabb, mint a testi fenyítés. Szerintem egy lelki terrorra, a lelki terrorra, a pszichés terrorra meg tudsz nyomorítani egy embert örök életére. Tehát úgy el tudod venni a kedvét az úszástól, hogy aztán már vízbe se tud menni utána, és mindenféle sportot kerülni fog. A pszichés fenyítés pedig egy gyerek, vagy a fizikális fenyítést egy gyerek, tehát mondjuk a fenekére versz egy gyereknek azért, mert csúnyán beszélt, vagy valamit, vagy szabálytalankodott, most olyan szabályra gondolok, amivel a mások testi épségét veszélyeztette. Tehát nem akkor ütünk meg egy gyereket, amikor nem azt csinálja, amit mondok, mert hát valószínűleg azért nem csinálja, mert én rosszul mondom. De hogyha másokat veszélyeztet, hogyha másokat különösen zavar a viselkedésével, akkor egy jó időben jött pofon elnémítja ilyen szempontból. És egyébként másnap elfelejti. Tehát nem,
nem egy olyan vészes dolog szerintem, az én tapasztalatom szerint ez a pszichés fenyítés, mint ahogy ezt manapság kezelik, de hát erről megosztanak a vélemények, erről vitatkoznak szakemberek. Én örülök, hogy engem azért ezért annak idején nem csuktak börtönbe, és nem hurcoltak meg, de hát végül is így lett bajnok a gyerek, és nem kell messzire menni egyébként, valamennyi bajnok Magyarországon szerintem így született. Én nagyon kevés olyan úszó műhelyről, sőt, pontosan nem tudok olyan úszó műhelyről, ahol ne alkalmaztak volna soha fizikális fenyítést. Már látom egyébként a bulvár újságok címoldalain a főcímeket. Lapozzunk, Pekingben járunk 2008-ban, sikerült ugye elérni a célt. Milyen érzés volt számotokra ez, hiszen ez egy közös munka volt egyáltalán, hogy mondjuk ilyen százalék, tudom, hogy nehéz, főleg úgy, hogy te ülsz itt megállapítani, körülbelül szerinted így arányaiban mennyi volt a te munkád benne, és hogy mennyi köszönhető Tomi zsenialitásának és tehetségének ebben. Mert ugye beszéltünk itt a Rivalda fényel, ugye edző az mindig ugye háttérben marad, de igazából azért ez egy közös munka. Tehát te is ott vagy az edzésen, te mondod neki, hogy hogy csináljon, mit csináljon, tehát ettől lesz jó. Hát közös munka. Én azt gondolom, hogy az edzőnek a szerepe olyan 1-2% lehet, és a maradék 98-on osztozik a szülői háttér és a gyerek. Most a gyerek... Tizedek múlhatnak ezen. Tehát... Így van, ezen múlnak a tizedek. Tehát ezek a százalékok meg a tudományoskodás, ez is egy érdekes dolog. Igazából, hogy erre reflektáljak. Bejött egyszer az uszodánkból egy nagyon okos ember, és elmondta, hogy ő meg tudja állapítani egy gyerekről 10 éves korában, hogy milyen magas lesz. És hát akkor néztünk, hogy úristen, ez fantasztikus, hát meg tudja állapítani, milyen, hát ez csodálatos, nem is kell kiválasztanunk, semmit nem kell csinálni, megkérdezem ezt az embert, és megmondja, hogy milyen magas lesz. És végül is megkaptuk a papírt, amit készített, és rajta volt az alján, hogy 5-10%-os hiba határ. De hát az 5-10%-os hiba határ az azt jelenti, hogy a gyerek a 160 centi és 2 méter között lesz. Hát ez majdnem bármelyik gyerekre meg tudom állapítani nagy biztonsággal. Tehát igen, kevésnek tűnik ez az 1%, nem igazán lehet, amit én az edzőnek tulajdonítok, de ettől lesz egy versenyző olimpiai bajnok vagy olimpiai 8. helyezett. Van szerepe az edzőnek, néha azt mondjuk, hogy túl sok, néha azt mondjuk, hogy túl kevés, de az 1% nélkül, ha az 1% nem lenne meg, akkor a Tamás sem lenne bajnok. Ugye annak idején a Tamás úgy kezdett el úszni, édesapám felfedezte a Pécsi Vásárban, ahol az ő nagymamája lángos süt, nagyon finom lángost egyébként. Hol máshol? Így van, a Pécsi Vásárban. Ugye apukámot régiségekkel kereskedett, és ő akkor a Pásztori Dórával már sikeres edző volt, többek között a Pásztori Dórával is, és észrevette ezt a kisfűt, aki itt szaladgál, és ő egyébként minden gyereket, akit lát, meg szokott szólítani, hogy miért nem jössz úszni, tessék úszni jönni. És a Tamásnak és a nagymamájának is ezt mondta, mondogatta, mantrázta, és hát be is jött ez a propaganda, mert egyik nap megjelent a Tamás edzésem. És így került le. Ennek is nagy szerepe volt. A Tamás nagyszülei nagyon sokat segítettek abban, hogy a Tamás odaérjen edzésre, hogy legyen nála mindig ennivaló, egy kis pénz, ez az amaz, ők nagyon sokat támogatták. Edzőtábort is fizettek neki annak idején, sok mindenben támogatták a Tamás pályáját. És hát persze az édesanyja szintén. Hú, nagyon sokat beszéltünk ma pénzről, úgyhogy én sem tudom ezt kikerülni, hiszen mondtad annak idején, hogy nagyon-nagyon kevés pénzért vállaltad ezt a feladatot, amit egyébként ingyen is elvállaltál volna, mert szereted ezt a sportot. De azért mégis később kiderült, hogy ez egy nagyon-nagyon jó befektetés volt számotokra. Lehet-e ilyenekről beszélni, hogy így a paralimpia után lehetett hallani számokról, itt milliókról elsősorban, ugye, hogy hasonló elbírás alá esnek ugye a paralimpiai sportolók, mint az épp sportolók, és hát értelemszerűen az edzők is részesülnek ebben. Hát igen, most a 2012-es londoni paralimpiáról beszélünk, ugye? 2008-as. A 2008-as, igen. 2012-es. Hát az egy óriási gesztus volt a magyar állam részéről, szerintem. Ahhoz képest, hogy 2000 volt az első paralimpia, amit egyáltalán közvetítettek rádión és televízión Magyarországról. Most eljutottunk oda, hogy egyenlő szinten értékelték az épekkel. Erről az egész jutalmazásról. Persze azóta egyébként számtalan helyen a fejemhez vágják ezt, hogy én mennyi pénzt kaptam, és fogjam be a számot. Ami egy nagyon érdekes dolog, mert azért a pénzért, ugye mi a Tamással 7-8 évet dolgoztunk. Nem lehet azt leosztani persze, hogy 7-8 évet dolgozunk, de ha leosztod, akkor az már nem is olyan sok egyébként. Ha összehasonlítom azzal, hogy külföldön mennyi pénzt keresek, mert külföldön egy év alatt megkeresem annak a prémiumnak az összegét, akkor megint nem olyan sok a dolog. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az életjáradékok, jutalmak, ez nagyon gáláns, ez hihetetlen gáláns, ez egy nagyszerű dolog az állam részéről. Ez segít abban, hogy bizonyos edzők
megmaradjanak a rendszerben. Egyébként nem maradnának meg. Az edzői fizetések átlagosak Magyarországon, amiért nem sokan vállalnák be ezt a herce-hurcát, amivel ez jár, hiszen feláldozod a magánéletedet, feláldozod a családodat, mindent feláldozol érte. Ugye, mert egy évben el kell menni 4 hónapra edzőtáborozni minden hétvégén. Volt olyan hétvége, amikor 45 versenyem, volt olyan év, amikor 45 versenyem volt valamennyi hétvégén. Hát ugye 52 hétvége van egy évben, akkor ki lehet számolni, hogy mennyi szabadidőm volt. Hát, hogy most ugye mit beszélnek erről a dologról, hogy mennyi lesz, hogy lesz, mi lesz. Ez egy nehéz kérdés, ugyanakkor nagyon egyszerű. Hát, hogyha megkérdezlek téged, hogy legyen 150 ezer forint a fizetésed, vagy 300 ezer forint a fizetésed, akkor melyiket választod? Hát a 300 ezeret fogod választani. Ha engem megkérdezel, hogy mennyit kapjanak a paralimpikonok, 35 milliót az aranyér, vagy 20 milliót, vagy 10-et? Hát azt fogom mondani, hogy 35-et kapjanak. Mert az jobb nekik, mert az több. Ennyi. Az, hogy mi alapján fogják meghozni a döntéshozók ezt a számot, hogy mennyi lesz a paralimpiai arany értéke, azt mondják, nem lesz kevesebb, mint Pekingben biztosan, de nem fogja elérni az Apex szintjét. Ezek igazából még csak pletykák, erről még nem tudok semmit. Volt olyan ember a kormánypárt részéről, aki azt mondta, hogy már pedig ő szeretné, hogy ugyanannyit kapjanak, mint az Apex. Szerintem az egész jutalmazás egy érzelmi dolog az ország részéről. Szerintem egy jó olimpiai szereplésből az egész ország tud meríteni. Emlékszem, amikor Londonban ott voltam most ugye nyáron, akkor az egy felemelő érzés volt, hogy 8 aranyat szereztek a magyarok. Utána beszélgetni, akárkikkel leülni, azt mondtuk, hogy hát ez fantasztikus, ez egy jó érzés. Ez egy olyan dolog, ami egyértelműen előre viszi az országot. A paralimpia ugyanilyen. Annak is örülni kell, lehet neki örülni. Hogy ezt mennyire fogják értékelni, majd el fogják dönteni, meghoznak egy döntést, én biztos vagyok benne, hogy nem lesz kevés, nem lesz alacsony ez az összeg, annak is örülni kell, és el kell fogadni. Visszakanyarodva az előző kérdés, az bocsánat, akkor jó befektetés volt azért. Tehát ezt megállapíthatjuk. Jó befektetés volt, így van, így van. Hát ehhez visszakapcsolódva, én 2004-ben kaptam az első külföldi állásajánlatomat, és akkor én már 2004-ben úgy alakítottam ki a fizetési igényemet, hogy abban benne legyen az az összeg, amit a Tamás után kapnék jutalomként, prémiumként, paralimpiai érmek után. Tehát én kitűztem azt, hogy a Tamásnak meg kell nyerni az aranyérmet Pekingben, és meg is fogja nyerni, és én minden nap így mentem le edzésre, és ő is így jött le egyébként. Igen, ez egy befektetés volt, ez egy jó befektetés volt, mert addig viszont hát a létminimum alatt éltünk kis túlzásra, tehát nagyon kevés pénzből dolgoztunk, utána pedig hát ez végül is kiemelt minket az átlag emberek közül. Pénzügyileg, kizárólag pénzügyileg. Ez egy nagyon jó befektetés volt, igen, ez egy fantasztikus dolog, hogy megkaptuk ezt az összeget. Jól ment a szakmai munka, sikert sikerre halmoztatok, jó barátok voltatok, ugye, mint mondtad, anyagilag, és ez egy jó befektetés volt mégis. Egy idő után külön utakon indultatok el, máshol próbáltál szerencsét, miért? Miért váltatok el egymástól? Igazából ez az egész Tájföld, ez egy jó kalandnak tűn nekem. Előtte volt hosszabb volt azért, mint egy kaland. Igen, hosszabb volt, mint egy kaland, ez így van. Na honnan jött egyébként ez a lehetőség? Ez a lehetőség? Hát én havi szinten kapok ajánlatokat külföldről. Most is kaptam Új-Zélandról, Ausztráliából, Svájcból, sok helyről. Hát ilyen ez, elég sok ismerősöm van. Most kezdődik az új olimpiai ciklus, és lehetne jó helyeket találni, ahol az ember dolgozhat egészen jó pénzekért. És akkor úgy gondoltam, hogy fiatal vagyok, és belevágok. Ha Tamás itt van apával, fel tudnak készülni, jól megvannak, jó köztük a kohézió, nem utálják egymást, hát akkor miért ne? De nem volt probléma köztetek, hogy elmentél? Dehogy nem, egy kis sértődés van belőle, persze. Van belőle, tehát a mai napig? Volt, van, hogy ne, hát ezt nem lehet elfelejteni, ez nem egy olyan dolog, hogy most ezt ugye így elfelejtjük, pikpak, nem, van belőle sértődés. Most azt hozzá kell tennem, hogy én abban az időszakban 10 hónapig nem kaptam fizetést, tehát ez nekem egy nehéz időszak volt ilyen szempontból, nem akarok álszent lenni. Nagyon jó pénzt kaptam én a paralimpia után, de az, hogy dolgozom, bizonyos gyerekeknek még én fizetem az edzőtáborát, a külföldi versenyeit, és ezek után még mindig nem kapok fizetést. Mondjuk ez ilyen verseny volt például a riói világbajnokság is a Tamással, amit közösen fizettünk, és még a város beleadott 600 ezer forintot, ami nagyon jó. De mégis hát idegileg engem ez teljesen kikészített. Nincs fizetés, nincsen semmi, nem tudjuk megoldani, hogy eljussunk edzőtáborba csak saját pénzből. Ez nem volt jó, és akkor úgy éreztem, hogy váltanom kell egy kicsit, mert
mert itt bele fogok szürkölni, és nem fogom szeretni az egész munkát, amit csinálok. Külföldön, amilyen lehetőségeket most kaptál, vagy folyamatosan kapsz, azért érdekes számodra, mert te fizetésed lenne több, vagy azért, mert ott a körülmények, a közeg teljesen más, mint itt Magyarországon? Milyen akár Tájföldön mi volt? Hát Tájföldön, hát egy fantasztikus 8 pályás 50-es medencém volt, volt még mellette egy 10 pályás 25-ös medence is, Phuket szigetén volt, ami egy paradicsom tulajdonképpen, kiváló idő volt. Hát ez mind benne volt abban, hogy miért oda vált. Csak az egy egzotikus hely, egy érdekes hely, jó ott élni, nagyon egyszerű az élet. A fizetésem kiemelkedően magas volt ott, nagyon magas fizetést kaptam. Nem is csak hogy a pénz miatt, hanem maga a rendszer másképp működött, vagy csak azért, mert szépek voltak a létesítmények, és jó helyen tudtatok edzeni, vagy ott azért minden a helyén volt, mindig minden klappolt? Hát nem klappolt minden mindig a helyén. Itthon Magyarországról úgy tűnhet minden embernek, hogy fú, hát nem igaz, nem tudtam kifizetni a parkolást, nem találtam egy parkolóautomatát, nem találtam egy parkolóért, adóznom kell, sok pénzt vesznek el tőlem, máshol biztosan sokkal jobb, de hát ez nem így van azért. Magyarország is egy jó hely. Nem jobb a rendszer külföldön, mint Magyarországon, sőt, nagyon sok minden rosszabb. A létesítmények, a körülmények azok jobbak, persze. Hát nekünk egy ANK úszóklubunk van, egy ANK úszodával, ami ugye öregecske, kicsi 25-ös, másfél méter mély, meg 80 centi mély a másik végén, és de mégis lehet benne edzeni, mégis megkapjuk elég sok időre, mégis ott van egy gyönyörű kis tornaterem, a kis tornaterem, amit szintén tudunk használni nagyon sok mindenre. Mindennek vannak jó és rossz oldala, és e között kell lavírozni, e között kell mérlegelni, hogy mennyire rossz az a rossz, és mennyire jó az a jó. És amíg több a jó dolog valahol, akkor addig ott kell maradni. Nekem a váltás előtt 2010-ben már sokkal több rossz dolog volt, mint jó. Pénzügyileg, érzelmileg, idegileg. Teljesen rossz volt. Érzelmileg persze még oda kötöttek a gyerekek, de hát aztán ez a rossz dolog, ez lenyomta a jót, és azért kellett váltanom. Egy gondolat elég csak visszatérve a 25 méteres medencére, ugye érdekes, hogy a Tomit ugye rossz forduló miatt zárták ki, pedig nála többet szerintem senki nem gyakorolta a világon a fordulókat, mivel ugye fele akkor a medence. Igen. Ugye? Hát igazából ez a kizárás, ez, ha a Tamás kínai vagy ausztrál, akkor biztos nem zárják ki. A ilyen dologért, ő világéletében így csinálta a fordulót. Most észrevette egy ügybuzgó versenybíró, és kizárta. Biztos nagyon örül neki most otthon, hogy sikerült valakit kizárnia. Nézd, a londoni olimpián az úszóknál van ez a Shun Yang nevű kínai csodaúszó, aki 14-30 alatt úszta az 1500 gyorsat, és nyerte. Hát én ott voltam, láttam. Hát ő egy olyan szabálytalanságot követett el, amért itt az ANK Delfinkupán habozás nélkül bárkit kizárnak. Sőt, a világ bármelyik versenyén, bárhol kizárnak. Hiszen elkészülni után, rajtjel előtt beugrott a vízbe. Mondván megzavarta valami kintről, de hát mondjuk egy 17500 fős nézésseregnél azért vannak külső hangok. Tehát, és azt mondták, hogy nem baj, nem zárunk ki, gyerek ki, és ugorjunk be még egyszer. Ez teljesen szabályellenes. Ez teljesen szabályellenes, ki kellett volna zárni. Tamásnak a fordulója, hogy állítólag az ő a kezével olyan mozdulatot végzett, hogy mintha, hát innentől kezdve ez egy vitás kérdés, van, aki szerint ez jogos volt, szerintem nem. És továbbra is azt mondom, hogy ez egy sportpolitikai kérdés, ebben mi még gyengék vagyunk, és hagytuk, hogy egy olimpiai bajnokot kizárjanak. Ez is megérne egy külön beszélgetést. Viszont arról mesél nekem, hogy most ugye itt vagy Pécsen ismét, mint mondtad, Svájcból, Új-Zélandról, Ausztráliából, mindenhonnan jönnek az ajánlatok. Mi lesz veled, mik a terveid a jövőre nézve? Hát én szeretnék itt Pécset maradni, szeretnék itt dolgozni. Igazából a következő 4 évben szeretnék egy olimpiai ciklust megcsinálni. És hát a legnagyobb tervem az, hogy hozzájussak egy olyan rendszerhez, akár a Pécsi úszóiskola, akár a PSN ZRT, akár az ANK úszóklubon keresztül, ahol a lehető legtöbb gyereket át tudok mosni egy szűrőn, egy rendszeren, és tehetségeket próbálok keresni. Vannak? Vannak. Most az ANK úszóklubban van egy-kettő nagyon tehetséges tehát gyerek. Rióra keresed a sorstomikat? Hát Rióra meg még utána. Igen, Rióra már van egy sorstomink, és mellette ugye még egy kisfiú van, aki nagyon ügyes, nagyon tehetséges, de hát neveket még nem akarok mondani. De igazából ami nekem nagyon meghatározó élmény volt most ebben az évben, ugye ott voltam a londoni olimpián, és 2 hétig a Michael Phelps nevű úszóval
voltunk egy fedél alatt tulajdonképpen, hiszen minden verseny előtt látta, hogy mit csinál, hogy néz ki, hogyan eszik, hogyan iszik, hogyan lélegzik. És hát most meg kéne találni ezt a felpszetit Pécset, ez nagyon jó lenne. Biztos van ilyen a kicsi gyerekek között, aki ilyen alkatú, aki ilyen hozzáállású, aki ilyen tehetséges, és egy ilyen emberrel szeretnék dolgozni. Hát akkor sok sikert kívánok ahhoz, hogy megtaláld a Pécsi Michael Phelps-et, és akkor természetesen az edzői pályafutásodhoz is sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt volt, ennyi fért bele a beszélgetésbe. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Sportré. Legközelebb ezzel a műsorral egy hét múlva várom Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra.